40 millió forint. Ennyi pénzt kellett összegyűjtenie a Nevetnikék alapítványnak. Ez sikerült is, így hamarosan beköltözhetnek ebbe a házba. Mint arról korábban beszámoltunk, a jelenlegi székhelyük a Nyár utcai kórházi tömbben van, ám innen el kell költözniük kórházi átszervezések miatt. A 13 éve működő önkéntes csapat most ezt a Bajnok utcai épületet igyekszik felújítani. Sikerült az átírás is, minden rendben lesz, úgyhogy szombaton, tehát november 27-én kezdjük a felújítást, ami egyelőre rombolás lesz, tehát le kell vernünk a vakulatot, felszedni a szuvas padlót, és akkor majd utána a villany, víz, stb. Hát sok munka van még itt, mire beköltözhető lesz. A 13 év alatt 5000 gyermekkel báboztak, zenéltek, társasoztak vagy szórakoztatták őket bűvész mutatványokkal. Kifestettek számos kórtermet, felszereltek 2 tucat interaktív játékot az ambulanciára, és május óta legyártottak 1000 játékot a szívbeteg gyermekeknek, amit örökbe magukkal vihettek a kezelések után. Rövidesen már ebben a házban készítik az újabb játékokat. Mindig a Facebook oldalunkon fogjuk kommunikálni, hogyha még valamire szükségünk van, vagy elakadtunk, vagy hát valamire nem gondoltunk, és így hirtelen kellene. Most egyelőre a felújítás, illetve hát a műhelyek mennek még a játékkészítő műhelyek, tehát az ehhez szükséges szerszámokat, meg faanyagokat, az pedig továbbra is be kell szereznünk, úgyhogy ilyen értelemben elfogadunk tárgyi, meg akár pénzbeli adományt is. Márciusig még maradhat az alapítvány a Nyár utcában, addig zavartalanul folyhat a felújítás. Tavaszig legalább a földszinti részt szeretnék megcsinálni, hogy a jó időbe köszöntével már az új székhelyen végezhessék az önkéntesek munkájukat.